Szeretettel üdvözöllek az oldalunkon, engem Farkas Gergelynek hívnak, a Rakinboard Akrobatikus Rakendor Táncsport Egyesületnek az egyik vezetője vagyok. 7 éves voltam, amikor elkezdtem ezt a sportágat, nagyon hamar magával ragadott ez a világ. Fiatalon versenyzőként szinte egész Európát bejártam, rengeteg élménnyel és rengeteg értékkel gazdagodtam, tehát most már ugye több mint 31 éve a sportágnak a mondhatni így képviselője vagyok, és nem csak edzőként, annak idején táncosként, versenyfelügyelőként, pontozóbíróként, itthon Magyarországon és külföldön egyaránt, és aktívan részt veszünk a sportágnak a jelenkori formálásában. Számos értéket kaptam, ilyen sportolóként ugye az időbeosztás, megtanultam fiatalon beosztani az időmet, hiszen kevés volt belőle. Egy csapat tagja lehettem, ezáltal megtanultam a csapatjátékot. Nem egyéni sportolóként küzdöttem, főleg a mai világban, azt gondolom, ennek egyre nagyobb értéke van. Versenyzőként megtanultam azt, hogy egészen fiatalon milyen célt kitűzni, és azért a célért megdolgozni, megküzdeni együtt az edzőmmel közösen, egy közösen megalkodott stratégia alapján. Ezek azok az értékek, amelyek motiválták azt, hogy mi egy egyesületet hozzunk létre, és fiatal gyerekeket tanítsunk táncra, és a táncon keresztül megkapják ezeket az értékeket. Már egészen fiatal kortól foglalkozunk gyerekekkel, már az óvodás korban is a sportágnak és a sportnak az alapjait elkezdjük nekik átadni játékos formában. Az utánpótlás neveléssel már 4 éves kortól foglalkozunk. A versenyzés az különböző szinteken zajlik, mondhatjuk azt, hogy házi, tehát klubban belüli versenyektől, a regionális versenyek, országos versenyek, magyar bajnokság és nemzetközi versenyek, világbajnokság, sőt a sportágunknak a legmagasabb kategóriája a világi játékokon szerepel. A Rakinboard Akrobatikus Rakendor Táncsport Egyesületet 2008-ban alapítottuk. Edzéseink különböző szinteken zajlanak, egészen a kiskorosztálytól, tehát óvodáskorban már óvis foglalkozásokat tartunk, iskolásoknak, pedig kisiskolásoknak és nagyobb iskolásoknak is. Minél korábban kezdi el valaki, annál nagyobb eséllyel lesz benne sikeres, vagy találja meg az ő saját útját. Kezdő, illetve haladó szinten heti 2 alkalommal, 2x1 óra hossza, versenyzőkkel pedig akár heti 3-4-5 alkalommal is tartunk különböző edzéseket, hiszen az akrobatikus rock'n'roll tánc az egy nagyon komplex mozgásforma. Itt az edzéseink egy részét talajtorna, akrobatika. Nagyon sokan ismerik már szerintem ezt a sportágat, sok helyen találkozhattok vele, és aki szeretné kipróbálni magát, azt nagyon nagy szeretettel látjuk, hiszen csapatunk az folyamatosan bővül, kisebb és nagyobb korosztállyal is.